Jó estét kívánok, ez az Aktuális. Ma a Békés Csabai Hagyományőrző Kulturális Kör elnökével, Mácsai Sándorral beszélgetek a kör tradíciókat ápoló tevékenységeiről és terveiről. A nézők kedvéért pedig mondjuk el, hogy már dolgoztunk együtt, és a kezdés előtt megbeszéltük, hogy tegeződni fogunk. És még remélem fogunk is együtt dolgozni, természetesen tegeződhetünk. Ugye mindig jó a kezdetekről beszélgetni, illetve arról, hogy egy adott klub vagy egy kör milyen elvek mentén működik. 9. éve annak, hogy megalakultunk, most már a 10. évbe léptünk. Nyilvánvalóan az volt a szándék, hogy Békés Csaba kulturális értékeit, hagyományait, tradícióit valahogy összefogjuk, tovább vigyük, és ezeket egy jó néhány rendezvényen megmutassuk, illetve olyan rendezvényeket szervezünk mi magunk is, amin megjelennek Békés Csaba értékei. Nagyon sokan mondják, hogy nincsenek műemlékeink, de van például 104 darab olyan posztjanás épület, előtornácos, a szlovákul nem értők kedvéért, amely még mindig azt a kort reprezentálja, amikor is 100-120 évvel ezelőtt a mi elődeink elkezdtek építkezni, és a népi építészet nagyszerű alkotásai vannak még Békés Csaba területén szétszórtan. Ezek közül van jó néhány, amit érdemes továbbvinni, megmenteni, de erről majd talán később. Amikor megalakultunk, akkor megalkottuk a létesítő okiratban azt a irányelvet, ami szerint dolgozni szeretnénk. Ebben benne vannak nem csak a népi építészeti kulturális hagyományok, de a tradíciók, hanem a gasztronómiai múlt továbbvitele is, mint cél megfogalmazódott, és nagyon sok mindent tettünk még ehhez hozzá a működés során, hiszen amikor megalakultunk, voltunk 14-en, most pedig azért jó néhánnyal többen, már több mint 50 olyan tagunk van, nem beszélve azokról a pártoló tagokról és támogatókról, akik segítik a mi munkánkat. Melyek ezek a támogatók, illetve közös munkátokat, hogyan segítitek egymást, mely szervezetekkel segítitek egymást? Nagyon közvetlen kapcsolatunk volt és van a múzeummal, közös rendezvényeink vannak, de a megyei könyvtárban is tartottunk már közös előadásokat, illetve hát a legfőbb partnerünk az 2017 óta, hát inkább talán 14 óta már Békés Csaba megyei Jugóváros kulturális vezetése. Érdekes ebből a sorból kiemelni 2014-et, amikor azt a Molnár házat, amit megtaláltunk, elindítottuk annak azon az úton, amin most is tartunk még, megmenekült a lebontástól, megmenekült attól, hogy Békés Csaba legrégebbi, legöregebb lakóháza a földön legyen egyenlő. Ma már büszkén mondhatom, hogy a Hagyományőrző Kulturális Kör 2014-ben egy olyan folyamatot indított el, ami még ma is tart, hiszen a napokban kezdődik ennek a megmentett és azóta szépen felszerelt, berendezett épületnek a további fejlesztése. Hála Istennek, ebben személyesen én is részt vehetek műszaki ellenőrként. Van néhány dolog előtted, könyvet látok, illetve folyóiratot. Mesélnél róla, hogy mik ezek? Igen, nagyon szívesen. Hagyományőrző kulturális körnek nevezzük magunkat, és nem véletlen ez. A kultúra számos olyan területén jelentkezünk programokkal, olyan eseményeket próbálunk támogatni, segíteni, vagy magunk is megrendezni, amik hozzájárulnak a város hangulatához. Ilyen volt például 2018-ban az a Békés Csaba újra telepítésével kapcsolatos városi rendezvény sorozat, amire megkértek bennünket, és nagyon szívesen beszálltunk ebbe, nem is akárhogyan, hiszen nagyon sok olyan esemény is és kiadvány kapcsolódik ehhez, mint például Csaba legendája, amit akkor jelentettünk meg. Ezt a könyvet a Békés Csabai Hagyományőrző Kulturális Kör adta ki 2018-ban a város újra telepítésének az évfordulójára. Ennek folytatása is lett később, egy nagyon jó barátunk és mai napig is tiszteletbeli tagunk, Dinnyi és József daltulajdonos megzenésítette ennek egy részét, sajnos ő már nem lehet közöttünk, de ez a könyv és ez a lemez is nagyon sok olyan helyre eljutott, ahol meghallgatták Békés Csaba történetét. Azután volt egy korábbi ilyen a kultúrához közvetlenül kapcsolódó esemény, amit szintén az egyesületünk hozott össze, ez pedig Bartos Gyulának az Ez is 48 című színdarabja. Lehet, hogy sokan nem tudták, hogy ezt is a Hagyományőrző Kulturális Kör állította színpadra. Azután van nálam még egy könyv, ami szintén kapcsolódik a tevékenységünkhöz, ez pedig Belicei Miklós Elvitte az ördög, Főispán voltam és kubikus című könyve. Erről annyit kell tudni, hogy sajnos a szerző elhunyt már, de ránk hagyta a Hagyományőrző Kulturális Körre ennek a könyvnek a további értékesítését. Magyarul nálunk lehet ezt megvásárolni. Nagyszerű életrajzi regény, talán a legjobb, amit én magam valaha olvastam. Tudni kell még annyit Belicei Miklósról, hogy róla nevezték el a megyeházán, pontosabban a kormányhivatalban a nagy termet.
Belicei teremnek hívják. No, ennyi a kultúráról, de aztán miután nagyon sok rétű a kapcsolatrendszerünk, eljutott hozzánk a Nemzeti Művelődési Intézet is. Ennek én nagyon megörültem, hiszen egy olyan szervezetről van szó, ugye a Lakitelki Központtal, ahol már jártunk is egy kirándulásunk során, ahol minden olyan intézmény megjelenik a népművészettől kezdve az irodalmon keresztül, és belekerültünk abba a kiadványba még 2020-ba, amiben éppen a Harukkán történelmi emlékútról számol be ez az újság, ami havonta jelenik meg, és a Nemzeti Művelődési Intézet kiadványa. Ennek volt folytatása is, mert eljöttek hozzánk az elmúlt évben nyáron, és megkértek arra, hogy vonjuk be a gyakorlati képzésbe a jövő népműveleit. Hát ez egy nagy megtiszteltetés volt számunkra, és azóta is közösen dolgozunk ki programokat a Nemzeti Művelődési Intézet Békés Csabai vezetésével. Súroltuk ugye a Harukán körutat. Igen. Számíthatunk-e arra, hogy lesz-e a közeljövőben ilyen út? Igen. Nagyon érdekes a Harukán történelmi emlékút kialakulása, hiszen amikor megállapítottuk, hogy Békés Csaba legöregebb lakóháza a Molnár ház, akkor mindjárt ki is derült térképet elővéve, hogy bizony, hogy ha innen elindulunk, akkor egy nagyon-nagyon szűk körön belül, egészen pontosan 896 méterre jutunk el, méter múlva jutunk el a város főterére. Mindjárt jött a gondolat, hogy akkor ezt elnevezzük tulajdonképpen egy Békés Csabai vagy Csabai honfoglalkozásnak, utalva 896 méterre. De ezen az útvonalon olyan gyöngy szemek vannak, amit én úgy szoktam fogalmazni, hogy egy gyöngy sorrá lehet formálni, fűzni, hogyha ezt megtesszük, és különböző, és nagyon fontos, amit mondok, programokkal, és különböző olyan, hát a megjelenéskor érdekes eseményekkel kötjük össze, nem csak végig megyünk ezen az úton, hanem valaki célszerűen természetesen a legjobban hozzáértő meséli el például a második állomás, az első állomás a Molnárháza, ahol a Molnárház történetét én magam mutatom be kollégáimmal, a következő állomásra már lovas szekérrel érkezik a látogató, elmegyünk a meseházba, ahol általában a meseház vezetője beszél a múltról és mutatja be Schindler kiállítást, majd megyünk tovább lovaskocsival a szlovák tájházba, ahol citera, muzsika szól, és mellette mézes mákos kukoricát lehet kóstolni. Innen tovább haladunk az utunkkal egészen a nagy templomig, ahol vagy Butyai Pál lelkész úr, vagy pedig egyik tagunk Ábelószki Laci, aki egyébként presbiter és építész is, mesél a templom történetéről, múltjáról és a jelenéről, meg a jövőjéről is. Végül pedig leülünk, és hol fejeződne be máshol ez a kis körút, mint az öreg házban, ott a nagy templom mögötti kis téren, ami egyébként régen, ha valaki visszaemlékszik rá, egy romos, nagyon elhagyatott és elhanyagolt terület volt. El kell mondjam, hogy azóta már több mint 50 olyan rendezvénynek adott otthont, ami nagyon nagy sikerrel zárult. Tervezzük ennek természetesen a folytatását, mi magunk gondozzuk, és meg kell mondjam, a kör tagjai teljesen térítésmentesen nyitják ki minden nyáron, amikor ki lehet, amikor nincs éppen ilyen járványhelyzet, délutánonként minden nap nyitva tartunk, és várjuk, fogadjuk azokat a látogatókat. Ajánlom figyelmébe ezt a kis épületet minden iskolának, általános iskolának, középiskolának. Volt már rá példa, hogy meglátogattak bennünket, de nem állunk le, nagyon sokan vannak még, akik nem ismerik, ha nem is a teljes Harukkán úton, de mennek végig, de legalább ezt az épületet nézzék meg, tekintsék meg. Itt elhangzik többek között Csaba legendája, és közös énekléssel fejezzük be általában ezt a programot, természetesen csabai kolbász kóstolással egybekötve. Jól hangzik. Budapesten is van egyébként épületetek, ha jó az infóm. Mit tudunk ennek látogatottságáról? Igen. Nem számoltam össze, de biztos, hogy több mint 200 ezer látogatója volt ennek a háznak. A történet a következő. A legelső épület, amit lebontottunk Békés Csabán, és ugye a tervek között szerepel még jó néhány, és átépítettünk, az egy 120 éves régi Békés Csabai épület volt, és az akkor még Békés Csabán megtartott sörfesztivál területén helyeztük el a rendező uraimra kérésére, hogy valami érdekes legyen, valami nagy duranás legyen ott a sörfesztivál kellős közepén, ugye ez a sportcsarnok környékén zajlott. Na, ezt nagyon szépen berendezve fölépítettük, és különböző programokkal vártuk ott a négy napon keresztül látogatókat. Egyszer aztán az egyik látogató négyszer-ötször visszatért hozzánk, és azt mondta, hogy szeretné ezt Budapestre elvinni a Vasút Történeti Parkba. Kérdeztük, hogy mi célból, hát mondta, hogy ő is ott rendezvényeket akar csinálni, akkor még szó nem volt semmilyen konkrét dologról, de mint kiderült, ez az ember egy Békés Csabai fiatalemberről van szó, két rendezvényt rendez a Vasút Történeti Parkban, ez egy nagyon látogatott olyan helyszín, amit tényleg érdemes megnézni, hogyha még valaki nem látta. A tervei között szerepelt a
a úgynevezett oldtimer kiállítások szervezése minden évben, egyszer tavasszal és őszre pedig tervezett egy disznótoros fesztivált, nem olyat, mint a Csabai, egészen más jellegű, de egy ehhez kötődő van, és bemutatókat akar tartani, és ezt a házat kiszemelte. És elmondtam neki, hogy mennyibe kerül ez. Hát egy pár nap múlva visszajött, és mondta, hogy akkor rendben van. Most ezt a házat lebontottuk ott a sportcsarnoknál, és elvittük Budapestre, és azóta ezeken a rendezvényeken most már 8 éve minden évben kétszer kinyitjuk, és elviszük Békés Csaba jó hírét a fővárosba. Úgy szoktam fogalmazni az ott megjelenő médiumoknak a képviselőinek, amikor megkérdezik, hogy mit keresünk mi itt, hát mi elhoztuk a kolbász fővárosát az ország fővárosába, és tessék megkóstolni azt a terméket, ami Hungarikum, tessék megnézni, és betekintést nyerni abba az épületbe, amit 120 éve építettek Békés Csabán. Mm. Úgyhogy a látogató száma, nem számoltuk soha, de 8 év alatt biztos volt ennyi, mert 15-20 ezer látogató, ez minden évben volt, és hát ha 8 éve ott voltunk, akkor közelíti a 150-200 ezeret. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ott, amikor betér valaki, akkor egy pillanatra Békés Csabára érkezik, ezt különböző kiadványokkal, és hát ott nyilván egy olyan fogadó gárdával találja magát szembe, amit érdemes végighallgatni. Van olyan látogatónk, aki 8 éve minden évben visszatér, és mindig beír a vendégkönyv. Van egy vendégkönyv, illetve most már 3 vendégkönyvünk, nagyon sok szép dolog van benne. Én azt gondolom, hogy érdemes volt ezt a kis kirándulást is megtenni, különösen azért, mert mégiscsak 2 millió ember lakik ott, és akik meglátogatták, mint Békés Csabáról, olyan információt szereztek, amit érdemes, hogyha tudnak. Felsorolás szintjén milyen tradíciókat és hagyományokat elevenít föl a kör? Mi közöttünk sok építész van, de nem ez a jellemző. Nagyon sok az összetétel, a társaság összetétele az teljesen sokrétű, pedagógusok, jogászok, újságírók, építési vállalkozók is vannak, de ott kezdődött a kör tevékenység, vagy a népi építészet, a Békés Csabai népi építészet, polgári építészet dolgaival próbáljunk foglalkozni elsősorban. Ennek a végkifejlete az egy olyan skanzen lenne, amiről majd lehet, hogy még beszélünk pár szót. A másik az, hogy azok a ehhez kapcsolódó olyan tevékenység, mint a népművészet. A Népművészeti Egyesületet nem mondtam, nehogy kifelejtsem a pálancékot, hiszen velük is kapcsolat van. Ezeket a rendezvényeket, például a Békés Csabai újratelepítésre, illetve utána következett egy nagyszerű Csabanapi rendezvény 2019-ben. Azután volt még egy másik ilyen bemutatkozásunk, ahol a népzenét is előhoztuk, hiszen népzenei fellépők jöttek el hozzánk adventkor 2018-ban és 2019-ben a város főterén 30 napon keresztül. Minden nap 2, azaz kb. 60 rendezvényt tartottunk, kicsiknek, nagyoknak, felnőtteknek, fiataloknak, itt népzenétől komoly zenéig mindenféle területét érintettük azért a kultúrának, a művelődésnek, és annak a hagyományoknak próbáltunk érvényt szerezni, kiállításokat is tartottunk, nem is egyet, és fogunk is most már ugye ebbe a házba. Hozzá kell tennem, ez a házikó valamikor ugye a főtéren állt, amiről most beszéltünk, ugye most a nagy templom mögött álló öregház az a város főterére 2018-ba került 3 napra, majd ebből lett 7 hónap, és a végén rengeteg különböző programot sikerült ott megtartanunk, nagyon nagy sikerrel. Ezeket aztán át telepítettük a nagy templom mögé, és ma itt próbálunk hát megfelelő látogatottságot szerezni. Most is biztatok mindenkit arra, hogy látogasson meg bennünket. Nézze meg a honlapunkat, most készül egy új Csabai Hagyományőrzőkör néven. Általában itt azért megtalál minden információt a kedves látogató. Rendezzük akkor a gondolatainkat. Említetted a skanzent. Igen. Mit lehet tudni, ugye valaki tudja, hogy miről van szó, előfordulhat, hogy valaki nem. Egyáltalán mi a skanzen, miről van szó, illetve hogy halad ez a folyamat? Az első ház lebontását követően már megfogalmazódott, mondottam, hogy a tagjaink között van azért építész, népművész, nagyon sok olyan ember, aki szeretné, hogyha ezek a házak megmaradnának, megmenekülnek. Van erről már egy kiadvány, készült egy gyűjtemény azokról az épületekről, amit várhatóan nem fognak felújítani, vagy ha fognak, nagyon jó lenne odafigyelni rá egyébként, hogy hogyan, nem mindegy egyáltalán. Na, ezek most már részben kaptak egy kis helyi védettséget, 3 éves munkánk eredménye az, hogy most már nem lehet csak úgy neki menni és lebontani, hanem aki úgy dönt, hogy mégiscsak megpróbál egy új épületet építeni a helyén, akkor legalább azokat a népépítészeti elemeket, értékeket, a díszeket, a faragott tornácokat áttelepítve megmenteni. No, amikor ezt kitaláltuk, akkor végigjártuk a várost, és megnéztük, hogy vajon mennyi épületről van szó. Szóval, hát olyan 20-30 biztos van.
már is jött a gondolat, hogy akkor ezeket nem úgy, mint ahogy a látogatható, egyébként működő Szentendrei, meg Ópusztaszer és Kanzem működik, hanem egy sokkal kisebbet is, egy élhető, beköltözhető, látogatható olyan épület együttest hozunk létre, amiben ezek házak nem teljes mértékben, hanem egy-egy szobányi méretű részük a díszekkel együtt áttelepül, és egy 200-300 négyzetméteres kis kerttel együtt úgy néz ki, mint ahogy nagy templom mögött ez látható. Most el lehet képzelni ehhez mondjuk egy nagyobb területet, és 4-5 vagy 10 vagy 12 olyan épületet, ami szépen lassan bővíthető, esetleg kiegészíthető később más jellegű épületekkel is. No, ennek a tervei ott tartanak, hogy körülbelül 2 évvel ezelőtt elkezdtünk már komolyan területeket nézni, tárgyalni a város önkormányzatával, illetve azokkal, akik ezt támogatják. Ott tartunk, hogy az épületek közül még 2 épület le van bontva, darabjaira van szedve, és várja azt, hogy fölépítsük. Természetesen ez egy hosszú-hosszú folyamat. Különböző pályázatokat nyújtunk be, jelenleg is 2 pályázatunk van, ami ezzel kapcsolatban vár forrásokat. Elsősorban arra, hogy elinduljon az ügy. Én azt gondolom, hogy ha valaki úgy belegondolja magát abba, hogy eljön, és nem 4-csillagos, 5-csillagos szállodába akar feltétlenül eltölteni egy hétvégét, akkor örül annak, hogyha egyre nagyobb divat egyébként beköltözhet egy olyan épületbe, ahol szalmazsákon lehet aludni, és a kertben akár kis háziállatokkal is lehet találkozni. Ez a nagyon-nagyon távoli jövő. Mondom, ott tartunk, hogy tervezzük, tagjaink között van természetesen építész, mérnök, tervező is. Az elképzelések pedig hát ott tartanak, mondom, hogy gyűjtögetjük az információkat, és pályázgatunk az előkészítés forrásaira. De látunk benne fantáziát, és még egyszer nem az a jellegű skanzen, hogy bemegyünk és 4 órakor bezárunk, hanem esetleg lehet ezt tovább működtetni is. Nagyon nagy feladat, de elkötelezettek vagyunk emellett az ügy mellett. Egyre több támogatónk van, hála Istennek. Gyulaváros és Békés Csaba az utóbbi időben összefogott a turizmus területén. Hogy látod, ez Békés Csaba számára okozhat egyfajta fellendülést? Nagyon jó a kérdés. Nem véletlenül kötöttünk mi is 1,5 évvel ezelőtt együttműködési megállapodást a Békés Csabai Turisztikai Egyesülettel. Hiszen a két város annyira közel van egymáshoz, hát 8 perc alatt át lehet érni. Azt tudomásul kell venni, legutóbb egy konferencián ezzel is hangzott, hogy Gyula azért azt a vonzerőt, azt a turisztikai vonzerőt, azt azért nagyon nehezen adná föl, és nem is ez a cél, hanem az, hogy ha már itt vagyunk egymás mellett ketten, és akik elmennek Gyulára megnézni azokat a kétségtelenül színvonalasan felújított, meg felépített objektumokat, mint például nem kell sorolni, ugye a Várfürdő melletti intézmények, kastély, az azért szálljon rá már 8 percet vagy 10 percet, hogy jöjjön át Békés Csabára. No, ezeket a kapcsolatokat tartanám én nagyon-nagyon fontosnak, és gyakorlatilag most tavasszal már 2-szer elhalasztottuk, de a Gyulai Turisztikai Egyesület tagjait is vendégül látjuk a Harukkern történelmi emlékúton. Mindenki fog kapni egy ilyen kis prospektust, amiből hát megállapíthatja és leteheti annak a nem tudom én hány szálláshelynek a portájára, több példányban, akik ha elolvassák az ott lakók ezt a kis kiadványt, akkor érdemesnek fogják tartani azt, hogy egy hetes gyulai tartózkodás után átjöjjenek egyszer Békés Csabára, és vigyék jó hírünket aztán vissza Gyulára. Tehát ezeket én nagyon-nagyon fontosnak tartom. Minden olyan eseményen ott vagyunk, én magam is ott vagyok, ahol erről szó van. Legutóbb éppen 2 alkalommal már a gyulaiakkal közösen rendeztünk a kolbásszal kapcsolatos eseménysorozat kapcsán rendezvényt. Én azt gondolom, hogy nagy sikere volt annak, amit a tavaly előtti évben az első alkalommal találtunk ide, az idei, tavaly sem volt rossz, amikor is egy Gyula Csaba béké barátságos kolbász meccset tartottunk, gyulai és csabai kolbász vetélkedésével, Szellemi Totóval ott a mi kis öregházunkban. Nagyon jól működött. A partnerek voltak benne, ez egy első lépés. Nagyon sok apró lépéssel kell eljutni majd addig, hogy tényleg meginduljon, de már az idén nyáron, tavaly nyáron már azért volt jó néhány látogatónk, aki nem sok, nagyon elégedett lennék, hogyha 10-szer ennyi lenne jövőre, de akik Gyulán nyaraltak és átjöttek hozzánk, és megnézték azt, amit mi ajánlottunk, kínáltunk, ha nem, és visszük végig. Gyula, egyébként ez a Harukkern történelmi emlékút, ez 2,5-3 órás program azért, tehát nem biztos, hogy de ennek van rövidített változata, lehet kerékpáron, lehet gyalogosan, rövidítve, kibővítve. Jó kapcsolatunk van a Jókai Színházzal, hogy hozzátegyem még a turizmusba, ez is beletartozik, hogy amikor átjönnek hozzánk és megnézik a kis házunkat, megnézik a nagy templomot, a kis templomot, most már nagyon szépen felújították, akkor miért ne vigyük el őket a Jókai Színházba? Az egyik tagunk, aki 50 éve ott a színháznál műszaki vezető, Olcán Pista végigvezet egy kulisszajáráson az ide látogatókat. Nem hiszem, hogy Gyulán például ilyet csinálhatnának. Nem is ez a, nem konkurenciáltak, sőt,
erősítenünk kellene egymást, de itt azért engedjük meg, hogy azért ahova sokkal többen mennek, azok hozzanak át idevevőket. Aztán megpróbáljuk majd fordítva is természetesen. És ehhez mind egy dolog fontos, és ezt talán kifelejtettem, valamilyen attrakciót, valamilyen olyan eseményt, vagy olyan rendezvényt kell biztos, ha még a kicsi is, ami nem csak azt jelenti, hogy bemegyünk egy múzeumba, bemegyünk a szlovák tanpjára, szól a citer, a zene és egy kis megvendégen is van, vagy például a Meseház udvarán furuljáznak a fiúk, lányok, és így fogadjuk őket, vagy például a Csabai Kolbász kóstolóval egészítjük ki a programot. Ezek nagyon-nagyon fontosak. A Munkácsi negyedbe is úgy lehet majd eljutni, hogy rajtunk keresztül, és akkor azt gondoljuk, hogy a kettő dolog erősítheti egymást. A Gyulával kapcsolatos kérdés nagyon jó, én hiszek benne, hogy ebben az évben már nem lesz ilyen víruskötöttség, és sokkal több látogatónk fog majd arról beszámolni, hogy Gyuláról jöttem, és lám, itt is van valami, sőt, nem is akármi. Ha már programok és rendezvények, a következő programotokról mit lehet tudni? A következő programjaink most nagyon közel van, már március 15-e. Minden évben megemlékezünk a nemzeti ünnepünkről. Most egy kicsit kötjük ahhoz a kapcsolathoz, említettem Dinnyés József nevét, akit én az egyik legnagyobb magyar népművelőnek tartok, ő 1300 verset zenésített meg, 300-nál több költő volt a fejében, sajnos ő tavaly augusztus 4-én, tavaly előtt elhunyt, és egy emlékfával adóztunk annak a barátságnak, ami részben engem, részben a kulturális kört kötötte Jóskához. Március 15-e erről fog most szólni, és tervezzük a következőkben egy néprajzi előadás megtartását, azután különböző kirándulásokat, és hát próbálkozunk a nyáron minél több olyan kerti rendezvényt tartani a házunk udvarán, amire mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk. Még egy dolgot hagyj említsek, egyed napja. Ezt mi találtuk ki, én találtam ki, ahogy tetszik, szeptember 1-e. Gasztronómiáról is van szó, a gasztronómia hagyományokat is szeretnénk valahogy népszerűsíteni, továbbvinni, a szlovák közösséggel összefogva, főleg a szlovák senior klubbal összefogva egy közös rendezvényt tartottunk 2 éve, azt most megismételtük nagy sikerrel, több mint 120-an voltak, és most ebben az évben is erre készülünk, ez majd szeptember. De nyáron még rengeteg meglepetés van terveinkben, remélem, hogy beszámolhatok itt a televízió nézőknek a közeljövőben ezekről is. Mindenképpen, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm. Ez volt az Aktuális. Legközelebb is várjuk Önöket magazinunkkal. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!